Jogsértést követhetett el az éjjel szexált frakció elnöke és egy tagja. Erről beszélt a város polgármestere hétfői sajtótájékoztatóján. Ács Rezső azt mondta, a kormányhivatal felszólította a polgármesteri hivatalt, mert Bomba Gábor és Csötönyi László 10 hónapja nem jelentkezett be a köztartozásmentes adózók közé, miközben erre 30 napjuk lett volna a megválasztásukat követően. Ács Rezső polgármester a szombati rendkívüli közgyűlésen szerette volna ezt megtárgyalni, illetve kivizsgálni, ám a 8 fős többség nem szavazta meg, hogy napirendre vegyék. Én nagyon sajnálom, hogy a 8 fős többség még csak kivizsgálni sem hajlandó ezeket a kérdéseket, hanem egyből leveszi napirendjéről, hiszen ezzel általuk hivatkozott transzparenciát, átláthatóságot sértik meg jelentős mértékben. Én azt gondolom, hogy egy képviselőnek sokkal több mindennek kell megfelelni egy átlag polgárnál annak érdekében, hogy gyakorolhassa a képviselő jogait. A polgármester elmondta, hogy minden képviselőnek ismerni kell a törvényt, de ha e felett el is siklottak volna a választások után, a hivatal mindenkinek kiküldött egy névre szóló levelet, amelyben leírták többek között azt is, hogy be kell jelentkezniük a köztartozásmentes adózók közé. Mivel az éjjel szexált frakció nem engedte napirendre venni a szombati közgyűlésen az ügyet, a polgármester a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz fordul majd, hogy kikérje a képviselők igazolását azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt 10 hónapban megszakítások nélkül szerepeltek-e a köztartozásmentes adózók között. Adatigényléssel fordulok a NAP-hoz, amelyben kérem azt, hogy melyik képviselő milyen időszakban volt benne a bázisban, és melyik időszakban nem volt benne az adatbázisban, és akkor erre majd a kormányhivatal álláspontja is fogjuk kérni, hogy ezekben az időszakokban, amikor nem voltak jogosult a képviselő jogai gyakorlására mondjuk, akkor a döntések, amiket meghozott a többség, érvényesek vagy nem érvényesek. Az üggyel kapcsolatban pénteken az éjjel szexált frakció közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, amiben azt írják, szerintük ők nem hibáztak, most mégsem engedték, hogy a közgyűlésen a napirendi pontok között szerepeljen az ezzel kapcsolatos vizsgálat indítása.